Kezdjük gyorsan a ruhákkal, és akkor majd utána beszélgetünk egy kicsit az együttesről. Ez a ruha milyen ruha? Hát ez sárközi, sárközön belül is bátai. Ez azért különbözik egy kicsit a sárköztől, mert bátán arányaiban több a katolikus, mint a református. És ez egy kicsit katolikus viselet, tehát nem annyira eredeti belső sárközi viselet. Itt már említette, egy pillanat csak, itt az eredetiséget egy kicsit hadd ragadjam meg, hogy ugye vannak azok a tényleg régi eredeti ruhák. Újonnan ezeket el lehet készíteni? El lehet készíteni, csak nagyon nehéz a hozzá szükséges anyagokat, eredeti anyagokat beszerezni. A lányok még zömében a régi eredeti anyagokat használják. Ez a ruha is még eredeti. Hát azért is nem olyan élénk már színe, mert biztos van 60 éves. Nagy is az elvárása ruhák iránt, mivel a bátaiak, de többi sárközi községben is a asszonyok, lányok nagyon szerettek öltözködni, és sokat adtak a ruhára. Nagyon drágák is voltak ezért a sárközi ruhák, és erről híres sárköz. Egy kicsit, hogyha a párt közelebb invitálhatom, milyen érzés egy fiatal lánynak, illetve egy fiatal embernek ilyen ruhát viselni? Hát manapság szerintem már eléggé különleges, és szerintem nagyon jó érzés. Tehát elsősorban azért, mert nagyon ritka ma már látni faluban is, hogy az embereket, tehát inkább az idősebbeket lehet látni ebben a népviseletben, de az is nagyon ritka, de fiatalokat meg pláne nem. Tehát én azt mondom, hogy én örülök, hogy néptáncos vagyok. Tehát a hölgyek ugye büszkék, és igen. Mit mond a fiatal ember? Ugyanazt mondhatom, amit az előttem szóló, úgyhogy én is nagyon büszke vagyok, hogy hordhatom ezt a ruhát. Gondolom, hogy azért, hogy ugye ilyen szépek ezek a ruhák, meg is kell küzdeni, mert én láttam őket, Zita, hogy mondjuk leülnek egy-egy ilyen ruhába, hogy az külön művészet. Nem könnyű. Hány tehát nem alsó szoknya van? Ezt a sok szoknyát, tehát erre mennyire kell odafigyelni? Abszolút, szerintem annyira nem kell odafigyelni, mert ha az ember már hozzászokik, és az, hogy ilyen kerek vagyok, ez annak köszönhet, hogy ki van keményítve az alsó szoknya. Hány alsó szoknya van? Nekem most jelenleg három alsó szoknya van, de általában ilyen... annál több is lehet, 4 vagy 5, nekem most csak 3 van, és nagyon egyszerű a mozdulata annak, hogyha kicsit úgy megemeljük, és le tudunk ülni könnyen. Most már alapító tagunk talán nincs a 32-es évekből, ha bár ének, de ma annyira betegek, hogy nem tudnak bennünket meglátogatni. De az utána lévő korosztályban még mindenki megtalálható, és hogyha kell az együttesnek a segítség, akkor beszállnak, akár beöltöznek, táncolnak, vagy pedig segítenek szakmailag bennünket, vagy a hagyományok gyűjtésébe. Mondhatni, akkor a településen mindenki tesz. Igen, azért, igen. Hát ez hogy... csak úgy működik egyébként, hogyha mindenki ebben részt vesz. Gondolom, hogy egy-egy együttes életében ugye a hazai megmérettetés nagyon fontos. Mi a helyzet külföldön, mennyire sikerült már utazgatni? Hát nagyon sok fele jártunk, Európát, Ázsia jó részét bejártuk. Jelenleg is külföldre készülünk. Ez nagyon nagy élmény, és nagyon sokat segít az együttes maradásába, mert ambíciót ad a fiataloknak azért szinte minden évben, van, hogyha két helyre is eljutunk külföldre. Hát egyrészt a nyarat hasznosan el tudják tölteni így, a másik az, hogy mind a megérdemelt munka sikereként azért megjár nekik ez a kellemes, a hasznosság. Kellemes, így van. És ez megtartó erő.